Igen, csak nagy volt az érdeklődés a Dereskei nyári színházi esték záró előadására. A látogatók tömött sorokban várták, hogy megtekintessék a Kalocsai Színház előadásában a nagy sikerű film, a Hippolyta Lakály színpadi átdolgozását. A két részes zenés vígjátékban olyan neves színészek kaptak szerepet, mint Szabó Sipos Barnabás, Várkonyi András és Sáfár Anikó. A színházi estékhez viszonyítva a nyári színházi esték is nagy népszerűségnek örvend Derecskén. Abból is látszik, hogy most már sok éve nyáron is vannak olyan színházi előadásaink, olyan színházakat sikerül meghívjunk, akiket egyébként csak Budapesten láthatna a közönség. Ennek ellenére mi mindig próbálunk egy picit felkészülni a következő évadra is, és ma ugye az utolsó nyári színházi estén már beharangozzuk a következő évadot, és felvezetjük az október 26-án kezdődő következő évadunkat, ami egy nagyon egyedi évad lesz, mert próbáljuk ugyanazt a színvonalat tartani, sokkal több előadást elhívni, és erre még nem is volt példa, de a következő évadunkban 6 előadás lesz látható. Azt kell, hogy mondjuk, hogy annak ellenére, hogy augusztus 19-20-a környékén vagyunk, és az ország minden pontján Temérdek ingyenes program várja a nézőket, ennek ellenére a Dereskei nyári színházi estékre közel 300, illetve több mint 300 ember szokott ellátogatni. Ahogy mondtam, annak ellenére, hogy ilyenkor mindenki vagy a szabadságát tölti, tehát távol van az otthonától, vagy pedig akár ingyenes rendezvényre is ellátogathatna. Ehelyett inkább ellátogat ide a nyári színházi estékre, és itt nézheti meg a budapesti színházak műsorait. Az elmúlt évek során nagyon jó kapcsolat alakult ki a Kalocsai Színház és a Dereskei Művelődési Központ között. Ennek is az eredménye az, hogy bár az elmúlt évadban több előadással is képviseltették magukat, az idei színházi esték két előadása a Kalocsai Színháztól érkezett. Ugye ma esti a Hippolyta Lakály című nagy sikerű közkedvelt előadás ismét úgy néz ki, hogy teltházzal fog lezárulni. Én Hippolytot játszom, a Lakályt, aki hát egy végsősoron egy nemes család, nemes család, de hogy is egy nemes házban szolgáló komornyik, akinek az élete a szolgálat és a figyelem. Hát mivel sok gyermekes apuka vagyok, igazából a figyelem és a szolgálat az nem áll messze az életemtől. Egyrészt. Másrészt van ebben egy elegancia is, és ez az elegáns szerep, ez egy nagyon közel álló karakter. Hát ez egy emblematikus színdarab, és mivel egy nagyon híres film is készült belőle annak idején, sőt azóta már egy újabb film is készült, ez egy örökérvényű komédia, amiben semmi rossz nem történik, senki nem akar semmi rosszat, a szerelemről szól, és annak a szárba szökkenését segítő emberekről, úgyhogy ennek nagyon nagy sikere van, és mindig lesz is. Én mindenhol az országban azt látom, hogy a közönség nagyon lelkesen kíséri végig a játékunkat, és ez szerintem a Dereskei közönsége ugyanígy van. Én mindig úgy vagyok vele, hogy ahol magyar emberek vannak és szeretik a színházat, oda mindig jó menni, mert ez egy jó szívkapcsolat, és ez mindig meglátszik. A rózsadombi villám, a villám hárító, a garnitúrám képeim, s van egy remek trümó. Elértem, hát jöhet napra nap, nincs más igényem, csak hogy békén hagyjanak. Egy jó ebéd, egy újság, hozzá egy jó szivar. Te most ezt én úgy utálom, mert folyton rám rivar. Nagyságos asszonyom, uram, kisasszony, megengedi? Hogy ne? A zsebe!
Szóval maga az. Parancsára. Hogy is hívják magát, barátom? Engem parancsára Hippolitnak. Ha jó, de mi a keresztneve? Azt mondom, kérem szépen, Acsai Hippolit szolgálatára. Hippolit? A büdös életben nem fog eszembe jutni a neve. Mondj már te is valamit, mama! Jaj, hát szóval ön belép hozzánk. Parancsára. Aha. Miért jött el a gróftól? Bizonyos differenciák merültek fel. Anyagiak? Nem nagysas asszonyom, erkölcsiek. A gróf úr háza igazi régi úri ház, ahol anyagi természetű problémák nem igen kerülnek szóba. Igen, helyes, akkor le is beszéljünk róla. Az ember nem kér többet, mint amennyi megilleti, azt meg megkapja, ugyebár örülök, hogy a dolognak ez a része el van intézve. Hát igen, az anyagi el van intézve. Ezt te intézted, mama? Én. Akkor el vagyunk intézve. Igen, mert az én házamra akárki akármit mondhat, de azt nem, hogy úri ház, és hogy nem régi. Mert akinek az egyik őse, első Schneider Mátyás van, 1867-ben szénszállító, szépszál legény volt, jelentős állást töltött be. Talán a diplomáciánál? Igen, ott van a képen, így. Ezt méltóztatik gondolni itt a kezében az ostorral? Határozottan az ostorral, igen. Igen. Szabad arra következtetnem, hogy szenvedélyes úri kocsis volt? Határozottan. Az volt. Nagyon szép régi családi kép. Ha nem csalódom, a Mányoki iskolából került ki. Mama, was für eine Schule war dort in Mányok? Ich weiß nicht, Papa.